Dogtörténet. Gyerünk, Maja. Tessék beírni az egyest, köszönöm. Oké, akkor vers következik. Tidori, felmondtátok már? Igen. Én még nem. Akkor gyere, Szonya. Mama. Na, hogy hallgassam. Már egy hete csak a mamára gondolok, mindig meg-megállva, nyikorgó kosárral az ölében ment a padlásra, ment serényen. Én még őszinte ember voltam, ordítottam, toporzékoltam, hagyja a dagadt ruhát másra, engem vigyen föl a padlásra. Csak ment és teregetett némán, nem szidott, nem is nézett érem. Saruhák fényesen suhogva kerintek, szálltak a magosba. Nem nyafog még, de most már késő, most látom, milyen óriás ő. Szürke haja lebben az égen, kék idő dolga, égvizében. Lebben, ötös ő. Miért nem ülsz ide a stréberekhez? Miért ülni oda? Mert jó tanuló vagy? Azért, mert felmondtam egy verset, mert nem leszek stréber. Üljetek ti, hogy nyugodtan. Meghagyom nektek a helyet. Ez jó volt. Jó. Akkor... Következő órára tanuljátok meg a nem tudhatomat. Ide jöttek? Persze. Ez jó volt. Jaj, bocs, gyere. Nem, maradj nyugodtan. Marmaduk, gyere vissza. Nem. Hogy mi? Nem járunk, Zséka. Hát jó, én megyek. Hello. Hello. Bizu is. Semmi. Ó, matek óra. Vagy nem? Na is mondtam. Vagy földre. Megnézem, Mária. Földrajz. Na, ezt a tanár még úgyse ismerjük. Jó reggel, gyerekek! Most megmondom, ki jön felelni. De jött két új tanulunk. Jó, nem beszélünk. Tanulunk. Majd utána. Ma felel. Bella és Maja. Gyertek ki. Tanultál, Bella? Nem. Maja, fáradj ki. Én biztosan nem megyek ki tanárnő, nekem ez már ma a második felelésem lenne, biztos nem felelek. Mindenből felelni már luxus. Istenem. Ki szeretne még felelni? Szirip, 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 szirip. Én felelek, szívesen. De nem velem. Jó, akkor a mai felelés elmarad. Menjetek ki, és mutatkozzatok. Már megtörtént. Most! Miért ki maga itt nekem? A kis szemtelen piszkos. Hogy képzelted ezt? Lehet aludni? Álmos vagyok. Csak nyugodtan, Dori, csak nyugodtan. Mindent lehet. Hogy képzelted ezt? Úgy, ahogy vagyok. Jó van.
Aki még egyszer megszólal, beírok neki 6-1-est. És meg is buktatom. Kemény! Jó, oké. Ellenőrzést, köszi. Nem is én mondtam. Nem baj, te vagy itt a legrosszabb. Jó, szólok az ófőnek. Ófő! Mi történt már megint? Nem is én voltam most a rossz, azt a földrajz tanár beír nekem 6-1-est. Hajd rá, úgyse vagy olyan. Szóval, mi folyik itt? Mi történt? Hát ezek a gyerekek nem tudnak csöndbe maradni, és nem figyelnek órára, és nem készülnek a felelésre! Nem lehetne, hogy ne ordítson, mert nem! Hátyám. Jó, kérem, ne ordítson ennyire. Maradjuk. Légy szíves, maradj csöndben. Köszönöm. Mit képzelnek ezek a gyerekek magukról? Mondom, ne ordítson már. Komolyan. Elálljuk az orrát. Takarodjon az asztalomról! Jó, szólok az igazgatónak. Jó napot, igazgatónő. Jó napot, valami panasz esetleg? Igen, lesz jó itt az összes gyerekkel, lelökött az asztalról. Megyek meg, úgy. Köszönöm. Mi folyik itt? A gyerekek nem tudnak viselkedni! Ha még egyszer rám ordít, én kirúgom. Csak nyugodtan! Jó, ki van rúgva? Köszönöm. Eltűnök ezektől a mocskos... Fú! Gyerekek, akkor megkapjátok a cicusok, a béseknek a földrajztanárját. Be is van. Jó reggel, gyerekek! Jó reggelt! Én Mázli úr vagyok, és én fogom most már tanulni a földrajz és a biológiát. Jó, nem is zavarok. Jó órát! Nos. Szóval hallottam, hogy te vagy a rossz fiú. Én? Nem. Jó, megvan a rossz fiú. Ti pedig újak vagytok, ugye? Igen. Kérhetnék nevet? Dori. Szonya. Rendben, köszönöm. Gondolom, ti vagytok itt az okosok. Hát, még szép. Ja, hogy ne. Jó, akkor mit vettétek utoljára földrajzból? Cirip, cirip, cirip. Nos, hogy halljam. Ti biztos tudjátok, puffancs. A zöldségeket. Zöldségből? Ja, nem. Hoppa. Akkor nem tudom, nézze meg. Max? Hát, igen. Európát vettük. Rendben, és melyik országnál jártunk? Magyarország. Ó, szóval utolsó témakör, igaz, közeledünk évvégéhez. Jó. Nos, akkor az Alföldet átbeszéltétek már? Pont a múlt órán kezdtük el. Rendben, akkor nem fejeztétek be, meddig jutottatok. Kértek egy fizetet? Aha, jó. Rendben, akkor most áttárgyaljuk a kis alföldet a következő órán már csenget. Gyerekek, készüljetek osztályfőnöki órára, mehettek szünetre. Lepakolom a cuccomat, és lehet, hogy egy 10 percet késni fogok. Rendben, talán. Hát jó.
Mízus. Neked eddig melyik tanár tetszik a legjobban? Nekem az a fő. Na. Szerintem egy tök kedves. 5 perc elteltével. Megérkeztem, gyerekek. Szóval. Nyissátok ki a füzetet. Be fogunk írni egy új kirándulást. Yep. Ami a jövő héten fog megtörténni. És mivel megyünk? Megint szervezni kell kocsit? Nem. Vagyis hát attól függ ki, mivel akar. Akit nem tudnak kocsival hozni, az busszal fog utazni. Ahol persze tanárok fogják felügyelni. Klassz. Úgyhogy akit el tudnak hozni autóval, vagy aki tud autóval jönni, az csak nyugodtan. A többiek pedig busszal mennek. Nos, ez úgy lesz, úgy fog történni, hogy csak 25 férőhelyünk van. És aki nem szeretne jönni, van olyan esetleg? Igen. Én nem szeretnék menni. Úgy én sem. Jó, akkor aki nem szeretne menni, az menjen át most a bésekhez. Mert a következő óra is osztályfőnöki óra, és addig ők ott lesznek. Vagy a mostani óra után, tehát a következő órán értük fog menni egy tanár, és kimennek az udvarra, elmennek fagyizni, meg ilyenek. A többiek pedig a kiránduláson fognak fagyizni. Nem is keveset. És hova menjünk kirándulni? A Balatonhoz fogunk menni. Azon belül Balatonfüredre. Az klassz kis hely. Bizony. És... remélhetőleg 4 főszobák lesznek. Úgyhogy... Erdei suli? Igen. Én éreztem egy napos. Nem. Szóval 4 főszobák lesznek, úgyhogy kezdhetitek a szervezést most. Üljetek össze kis csoportokba. Aki pedig nem szeretne menni, annak ott a folyosó. Majd találkozunk. Anyáik úgy engednek el. Én nem akarok menni, te kuncsa lesz. Ezzel az osztályon egy káosz. Osztálykirendelés csak a normális.